Azt a gyönyörű szép napot meg kell örökíteni. Máté a kutya, a tárháza, 1906, vasúti sínuláig ment, ugye, Blabona rakodó. Ez volt, amikor az Ószolnoki vasútállomás, 1848, amikor adták át, 45, mit tudom, Széchenyi Isten adta át. És mit csináltak ez az eredeti váróterem a 1880-as évekből, felújítva. És mit csináltak belőle? Szovjet repülőgép parkot. Ja, itt a Mi 24-es, Mi 8-as, Mi 17-es helikopterek. Légcsavaros, L-36-os, 5-ös azt hiszem. Tehát Csehszlovákiák már jó. Van ott bent, Mi 15, Mi 17, Mi 19, Mi 21. Van ott bent Vorlov, Vostok rakéta, légvédelmi rakéták. Radarberendezések. És persze szöges rúgt. Repülőgép múzeum a szöges rúgt. És mi ez a básta itten? Na, micsoda? Hát akkor elárulom. Ez itt kérem szépen, nem más. Repülőgépeknek ugyanaz az a szovjet típusú bunker volt, hogy a légitámadás során nem bírja a repülőgépet, a szabad téged álló repülőgépet kilőni. Ez egy U-alakú földsáncot kap általában 5 méteres földtalppal. Igen, itt már amikor sínek mentek végig, tehát onnan az épülettől, innestől sínek mentek, és itt ment egy pár sím, mint a tárházig, onnan egészen a 17-ig. Hát ennek az épületnek a építése félben szakadt, Covid lerendezte. A tetőt, akit építette, azt ismerem, sőt a munkavezetőt is, akit csinált, azt is ismerem. Mindegyettől félben gyúrózott a gyereke. Hát, ja, mindenről vagyok, teszem. Mit mondjak erről? Hát most bassza meg ez. Ott van egy gyönyörű szép Mi 17-es. Ezedik a tiszapalatra. Itt látszik a tárház. Mögött a régi kereskedelmi főiskola. Ma a lövés sem sincs oda. És itt a Tisza folyó. Ezen a sétányon elbalogunk a Vágóhídig. Ott a mintahúsból bevásárolunk. Ugye ez 2000-ben épült, ez a támfal. Kandálláberekkel, és a fák is akkor jöttek ültek fel. Valószínűleg a kolcsöpöget vagy utoljára. Mert az itt nem szokás egy pár éve. Szó szerint tóvá tud tűzelni a Tisza. Majd valamelyik nap elmegyünk a Zagyvárhoz, hogy megnézzük, hogy mennyire duzzasztja vissza a Zagyvárt a Tisza.
patkacsák. Tudom, hogy egy kör, megállom és egy körképet tudok, hol vagyok. Ennyire közel van a folyó. Magyarul az úttestel van színbe a víz folyó jelenleg. Fajta vagyunk a töltésen, magyarul ezt tartja a vizet. Ott van a csónahűtő, onnan készült már videó. Most megállunk egy pár másodpercre. Most itt ezt a videót lezárom, és fölvegyem könnyebben a YouTube-ra, készítek egyet a Facebook-ra, egy olyan szívügyek plusz csoport, szívbeteg emberek, készítek videót majd, egy perceset. És akkor hajrá!